No, üdvözlök mindenkit, aki erre jár. A mai cél az, hogy 100 halat itt összeszedjünk Oldburg tavon, és kárászozni fogunk alapvetően. Mert az itt olyan jól bevált. Eddig. Tegnap este aránylag hamar összeszedtem a 100 halat. Ó, ez nem teljes fundamentóba akartam. Keresztbe sikerült a másikkal. A harmadik bot még nincs beállítva. Remélhetőleg ez majd még jobb lesz, ez a dobálás. Na, hát akkor most várakozó álláspontra helyezkedünk. Na, gratulálok, Béla. Aha, meg is jött. De a másikon is van. Sőt, már a harmadik is mocorog. Nincs időm. Aha, ja, nincs beállítva. Csak annyi a baj. Egyszerűen nincs időm. Nézd meg, és már viszi. És már viszi. Elfogyott róla a csalit. Igen, mert ezen eddig nem kenyér darab volt. Ezen úgyis van hal. Nem tudom. Amekkorát a brimmelésnél föltettem, már amelyikre. Van amelyiken, meg az van amelyiken, ami eredetileg is volt. Ez sok. Négy hal eddig. 4%-os a teljesítmény. Oha!
Látod, ezen az a Szibéria S14-es van. Ezen meg ilyen. Meg ezen is az S14-es. Csak arra kell vigyázni, hogy 15-re állítod a... klippet, vagy mi a franca neve, akkor elképzelhet, hogy beakadsz a másik parton. Én 13-ra van nekem téve, alap 14. Van ez, az is beakadt ott a bal, vagy lejtette, az is nem is van hal. Egyszer nem tudod, hogy hova kapj. Ugye meg lesz a 10 hal. Ezen már van, nézd meg. Nem állítom, hogy milyen nagy szápák, de... de jönnek. És nem lehet mellettünk unatkozni. Ott ez már viszi a bal szélen, tehát arra nincs idő, hogy meghúzzam a zsinort. Nem lehet, hogy van hal. Van is.
viszi a bal szélső, tehát izomlázam lesz hamarosan. És oda nézd, ott van a... hát az hihetetlen. És ez tegnap is kb. Ilyen volt. Hoppa, 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 hoppa. Ez rendesebb példány. Ezt tartsuk egy kicsit, hadd küzdjön. Ez kiló fölött lesz. Szerintem. Á, leakadt. Fenébe. Pedig ez szép hallgott. És ott viszi a szélén. Igen. Tegnap is volt egy ilyenem. Az is ilyen szépen bepirosodott, meg kiment a csík a szélére. Mutatta, hogy szép hal, de... Nézd meg, ott már megint viszi. Sok. Eddig 16 halnál tartok. Nem is rossz. 13 perc alatt. Az igen, 14. Hát azért nem lesz ez mindig így, nyilván lesznek szünetek. Szebb példány. Thank you.
Ah, 1,60 kg dekás. Ez már szép. Ez már pontnak is elmenne. Ez egy méretes ponty. Várj, ezt ki kellene venni, mert ez is hallal rendelkezik. Szerintem, vagy nem. Jó van, mindjárt megyek. Megjöttek a szebbek, úgy látom. Kilencen van, igen. Ez is kiló fölött ez szerintem. Úgy van, 1,40 kg deka. Szedjük ki ezt, mert ez nagyon csúnyán félreáll. Úgy van, van is rajta hal. Aha. Egy 60, majdnem 70 dekás. Jobb szélén is van, hal szinte biztos. Vagy nem? De ezen viszont van. Lett a játék ezekkel a dörgésekkel. És megvan a 21. halacska. 19 perc alatt. Várjuk a 22-et. Görbítsed, csak görbítsed. Most a jó.
Hát ilyen időben egyébként a fene menne el horgászni, amikor így szakad. Hát ez egy kisebb halacska lesz. Csak azt nem értem, mikor kicsi a halacska, akkor miért nem lehet jobban kitekerni? Olyan messze hagyja abba a tekerést, amilyet a valóságban nem csinálni. Ez a jobb szélső, ez nagyon csöndben van. Hopp, ez már jobb. Jobb hal. Egy kiló 30 zeka. Nagyon jó. Nagyon jó. Szél elfújt bám rendesen. Nem baj, ott lesz a hal, én tudom. Ezen 15-re van állítva. Az baj. Szerencsé, hogy nem akadtam el vele eddig. És a 25. Sok. Na, 26 perc alatt lett meg a 25 hal. Akkor még a végén 2 órán belül meg lesz a teljes, vagy kitűzött cél, hogy 100 halat megfogjak.
Hánel. Nem volt rajta. Pedig megörbítette a botot. Na mindegy. Az most rajta van, bár nem nagy hal. Á, de elfújta megint a szél. Mintha a Mikulás jött volna, meg olyan hangja van. Béla, egyébként sikerült túlharsognom az égdörgés. Lehet érteni, amit beszélek? Szervusz Csengő, szép napot! Nagyszerű. Na most az enyém vagy. Mi vagy? Az én hangom halk, vagy az egész? Enyém. Hát pedig én nálam azt mutatja, hogy a kimenetnél, hogy majdnem sárgában van. Akkor azon még tolok egy kicsit. Ennyi. Az is lehet, hogy csak én beszélek halkan. A játék hevében. Sok. Na, hogy. Oké. Azt mondja, hogy. Látom jól a zsinort. Hát. Ebben a szar időben majd, hogy nem sehogy a középsőjét. Na mindegy. Ez van. Kérem szépen. Úgy. Aha, már van is egy halacskánk. Mindjárt kiszedjük. A 29-et. Aha. Ez is kijön.
40 dekás, jó lesz az. Úgy. És nézd meg, viszi, ott viszi. Azt is viszi. Szervusz Szabolcs, szép napot! Hát egyszerűen nem tudom, hogy hova kapjak, ez hihetetlen. Szépen ez is kijön ide, hogy 32. Ahogy nézd meg, van rajta hal. Összekarmolom magam. Ennek, ezek meg vannak zavarodva, ezek öngyilkosak. Ennél már csak az lenne a durvább, hogyha kibásztának a partra. Mint a delfinek. Jobb állnák. Azon is van. Azt szerintem. Nagyon oldalra áll. Nem. Nincs rajta. Na, mutasd magad. Mert az annyi. Van ezen. Van ezen pedig, nem is akármilyen. Haha. Lecsöndbe volt rajta. Lecsöndbe voltál rajta. Gyere szépen a papához. Na, majdnem egy kilós. Jó van akkor. És nézd meg ott a bal szélsőt, na megint viszi. Csináljuk inkább így. Ez az. Na. Hogy. Megint a szélső. Na. Aha. Viszi pedig. Na gyere te is. Ez lesz a 36. és azt mondja, hogy 36 perc alatt. Az remek. Na. Majd megnézzük. Oldburgon találtad? Hát ezt nem hiszem, mert oda néz. Egyszerűen nincs időm meghúzni a zsinórokat. Hát ezt... Jó, inkább ilyen legyen, mint hogy... Na nézd meg, ezek kenyérre jönnek, tehát agyrém. Nem mondom, hogy mit tudom én, milyen cápák. De ha jól néztem, amikor a kaféban leadod őket, akkor ott igazából majdnem mindegy a méret. Most dobtam be. Vagy nem?
Hú, nem tudom, de majd most kiderül. Kettő darab kafét adtam le, mert nagyba is, meg kicsibe is kérte az ezüstkárász. Meg utána az összes többi halat eladtam. Sokat. Szerintem egy 100 ezüstöt kiszedtem belőle, legalább 100 halból összesen. Próbáld meg kenyérrel is, ha van. Egy boton. Na. 5000. Júj. A világ végéig elég annyi, nem? Az 5000 hal. Hát most valamennyit én is gyártottam, hogy a mai horgászathoz elég legyen. Nem tudom, mennyi van. De 100 halra való biztos van. Nem akarok többet csinálni, mert mi van, ha megpenészedik? Négyezer. Azt úgy ástod azt a 4000-et? Csak vicceltem a megromlással. Bár ugye sose lehet tudni egy játék éppen mennyire jól szimulál. Ha görbítsed valamerre, vagy enged be a zsinort, ne játsszál az étellel. Megjött a száncsengő. Hoppácska. Az egy szebb példány lesz. Hú, meg az is szépen hajlítja. A gyerek itt. Hát az 1 kiló, majdnem 1 kiló 40 deka. Éppen lemaradt róla. Kapcsoljunk egy kis világosságot. És a legszélső is már megy, nézd meg. Ezek ilyen hullámokba jönnek. Aha, ez jó lesz, szép lesz ez is. Azt megtisztelem avval, hogy előveszem neki a merítőhálót. 1 kg 37 beton, jó van. Azért ma is jött már egy-kettő, ami 1 kg fölött van. Most kíváncsi leszek az éjszakára, hogy fog reagálni. Lesz kapás, vagy nem lesz kapás. Ezen lehet ám, hogy van hal. Ajaj, de van ám.
Oké, azon is van, nagyon jó. Akkor itt... Ilyet ma még nem fogtunk. Na, akkor gyere ki te is. De már vissza a jobb szélét is. Hol tartunk? 43-nál? Az ugye mindjárt meg lesz a fele. Mindjárt meg lesz a fele. Egyébként arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogok kiszedni a 100 halból összegszerűen. Habár mondjuk nem lehet, mert ezen lesz hal. Szinte biztos. Na jó, van, ezt vegyük ki, ezen van hal. Nem tudom, hogy mire gyűjtek. Most csak úgy gyűjtök. Mivel marhára nem ismerem még ezt a játékot, nem tudom, hogy mire kellene gyűjtenem. Az is egy kiló szép. Jó van, gyűjtsünk Fader Pro-ra. Nekem mindegy, mire gyűjtök. Én csak játszok. Igen, annyi nagyjából. De én úgy vettem észre, hogy a másik tónál, mint holcsóbb lenne, bár lehet, hogy csak rosszul emlékszem. Kellene csinálni egy olyat is, amikor csak a pipás halakat tartom meg, hogy pipás halakat mennyi idő alatt szedem össze. Itt. Tudod, a kicsit normálisabb méretet. Egyértelmű, hogy alapvetően az ezüstkárász, ami jön. Nézd, de nem sok valami nem az. Ötvenöt grammos a legkisebb, és egy kiló 62 dekás a legnagyobb. És van 1, 2, 3, 4, 5, 6, ami egy kiló fölötti, egy van, amit egy kiló alatti, de én úgy gondolom, hogy a legtöbb horgász már ezeknek a 80 dekás kárászoknak is rohadt módon örülne. Na, ebből lesz valami. És meg is van. Hopp. Gyere a papához. Nem áll, hogy nem vagy rajta. Ó. Becsapott. Becsapott. Kicsit félre ment. Nem baj, ott is jó olyan lesz, ott is van hal.
az nem viszont tuti. Jó van, már mindjárt megyek, vagy húzzam meg itt a zsinót. Sok. Jó lesz. Van rajta. Ők nem nagy. Viszi már, viszi. Na gyere ide kifelé te is szépen. Hát ez picike. Pedig olyan szépen elindult vele. Jó van, 47-nek jó lesz ez is. 88 uram, édes Isten. Sneci mére. Megpásztam ebbe a hülye esőbe. Akkor ismét várakozunk. Van. Legalábbis még. Ez se lesz egy hatalmas nagy hal. Na, úgy. Engedjünk a 48-ból, legyen 49. Na, és a szélső már megy is. Gyere vissza, hova mész? Haha. Jössz kifelé mindjárt. Ez szép példány lesz. Na. 1 kg 25 deka tulajdonképpen.
Most a középső van igen csöndbe egy ideje. Ott, amikor a jobb szélső volt csöndbe, most a középső van csöndbe. Fogtam egy 1 kg fölött itt. 1 kg 25 dekát. Meg hát a 49. halnál vagyunk. Ugye meg lesz a fele. Kitűzött célnak. Az előbb, mikor néztem, mutattam a halakat, akkor itt volt. Ó, ez nagyon keresztbe ment meg azt kire. A kiszaladás az fontos, főleg ha kell. Ezt utálni fogom, az esős részt. Tudom, sütér kellett kiszaladni a hűtőhöz. Igen. Ezzel magyarázzák, hogy miért ráztatják bőrük magukat. Mert valami indokot kell mondani otthon, hogy ne látszódjanak teljesen hülyének. Á, leakadt róla. Akkor jó van, akkor ezt visszarakom. Csak meghúzom a csinort. Az viszont meg már megy. Eljött mondanak egyébként, Reálba is hallottam nem egyszer, hogy amikor esik az eső, akkor kapnak a halak. De most már csak rajta van, mert már viszi. Igen, persze, meg a délkeleti szél fúj, meg ha... Ezt kicsévéljük, ő lesz az 52. Na, hoci. Na. Van olyan kollégám, aki azért jár egy bizonyos tóra pecálni, mert ott jönnek ilyen tenyeres kárászok. Hát itt ilyen két tenyeres kárászok jönnek ebbe a játékba. A múltkor húzott ki egy kárászt, és rárabolt a harcsa. Spitzbotra.
Kicsi volt a víz is, és már benne volt a harcsa feje a merítőhálóba, amikor egyet fordult, és paf, elszakadt a, persze, fönt elszakadt a zsinór, és elment. De még egy darabig ott mászkált a, szélső víznél, már nyúlt utána kézzel, hogy kiszedje, mikor eltűnt onnan. Igen, de marha jó volt, mert a spitzbottal ugye ki tudta húzni oda a szélére annyira, hogy a, faltartó szákkal elérje, és hogy mesélte, hogy én 6-7 kilósat satszolta, és ahogy, hoppá, ezen meg már van valami, és ahogy, betette a fejét a harcsa a haltartó szákba, akkor fordult egyet, az szaggatott mindent. Azóta azt csinálja, hogy mielőtt elkezd bármit kárászozni, előtte megdobálja, hogy hát ha valami ragadozó hal ott van. Ez is olyan szebb példány lesz egy kicsit, nem ilyen pár grammos. Hetvendekás, nagyon jó. Milyen jó ez halászlébe. Oh. Ja. Ha rossz gombot nyomok, akkor nem fogom megfeszíteni a zsinót. Nem, már most dobtam be! Már rángatja. Már játszik az étellel. Haha. De csak játszik vele. Jó, ez mondjuk, ez most rá is kapott. Úgy van, ez is majdnem egy kilós. Aha, most már rajta van a másikon is. Úgyhogy át is váltunk arra. Jó, most már a jobb szélsőt is rángatják. Ha valóságban is így dobálnék befelé, akkor és leakadt róla. A mosradék. A kaja az kellett. Az a kérdés benne, hogy lehet, hogy sok XP-t ad valami, csak kérdés az, hogy milyen, mennyi idő alatt tudod összeszedni, mert akkor majd csinálok. Na, ejtsed el szépen. Erről van szó, kérem.
Profira mész. Hát én is arra mennék, de az nem jön. De azt mondd meg nekem, légy szíves, hogyha esetleg tudod, hogy hol van ez kiírva. Az ezüst kárásznak. Az mikor volt profi? Ez is egy szebb példány. Na gyere szépen. Na. Ez nem ez is kárász volt. Szerintem a baloldali szélsőn már megint van valami. Gyere szépen. Egy kiló 80 dekás volt eddig a legnagyobb, amit fogtam ez is kárázva. Na gyere. Gyere ki szépen. 59. És viszi! Erre felé szépen. Úgy, úgy. És megvan a 60. 1 óra 5 perc alatt. Haha! És 30 dekás. Sok. Hú, akkor éppen, hogy le voltam róla maradva. Hoppá, ezen meg már megint van valami. Akkor éppen, hogy csak le voltam róla maradva. Na mindegy, majd legközelebb. Köszönöm az infót. Ez nem lesz. De nem lesz csúnya sem. Elfér a többi között. Na gyere, 61-es. Hogy... Egy biztos, hogy ezen a helyen nem lehet unatkozni. Így a három bottal. Amikor először voltam itt, akkor megakasztottam a botot. Ott arra felé, ott a híd felé. És hát mondom, én nem lépek ki. Éppen közvetítettem. Nem lépek ki. Játszott tovább két bottal. És nagyon szépen jött két bottal is. Azt akkor végül is elmentem a moszkitóra meg vissza. Tehát kellemetlen meglepetésként ért, hogy a visszaúton megint ki kellett fizetnem a tónak a bérleti díját, vagy az utazási költséget, nevezzük, aminek akarjuk. Úgyhogy ott mindjárt elvesztettem, nem is tudom mennyi, 6 ezüst, 6 egész valamennyi. És akkor, ha mondom, akkor nem baj, most 3 botta nekiveselkedek ismét. De akkor meg ott akasztottam meg abba az irányba. Úgyhogy nagyjából 10 percet forgáztam 3 bottal. Aztán kész. Ó. Na gyere. Nem vagy nagy, de gyere.
Mint hogy elég drága tóváltás volt így, hogy 10 perc után kb. Megint beakasztottam. Úgyhogy utána vettem vissza dobást 15-ről. Azt azóta jó vagyok. 13-14, ez teljesen jó. Legalábbis annak tűnik eddig. 10 egy kicsit kevés. Na. Hát én megörülnék, hogyha nekem a botjaim ennyit csiringelnének, horgászatnak. Én inkább azt a karikásat választanám, tudod, amit ráteszel a zsinóra, és akkor föllemegy, és az mutatja a kapást. Én nekem ne zörögjön. Nekem elég, hogyha az kattan. Nézd meg, és a másik kettőn is van. Oh-oh. Akkor gyere most te. Oda néz, hogy hajlik a jobb szélső. Azt a minden. Micsoda cápa lehet rajta. Mindjárt megyek már, ne türelmetlenkedjél. Na nézzük. Na, nem olyan vészes. Hops. Na. Van egy rokonom, egy idősebb rokonom, nő, egy hölgy, apám unokatestvérének a felesége. Balaton környékén élnek, és hát a férfi nép, ugye, mit csinál Balaton környékén, a nyilván horgászik, és hát egyszer úgy ő is, és akkor kipróbálná. Akkor vett ott a tóparton, valahogy megoldották, hogy vett ilyen napi jegyet, és elkezdett horgászni, és nem volt tárgya, nem is. Aha, feketén horgászott. Egyik apám unokatestvér odaadta neki az egyik botot, és akkor ő is csak egy bottal ment. Az egyik tárgya nem így volt. Nem, feketén így van. Tehát. És nem volt hozzá kapásjelző. És hát nem baj, amire ő neki kell, arra csak mégis na. Úgyhogy úgy megtetszett neki, hogy azóta is horgászik, most már szabályosan, viszont kapásjelző nélkül, csak a zsinór alapján horgászik. Nagyon kemény a csaj. Se karika, se csengő, semmi nincs rajta. Mondja, 1 óra 12 perc, 13, amióta megy a live, és 66 hal. Na figyeld!
Béla, figyelj, itt vannak a répák, ugye megeszem ezt a csomagot. És akkor van egy. Ja, várja, itt van még, hogy hány csomag van ott fent. Aha. Éppen szedjük ki, mert ezen van hal. Nincs hal. Jó, de nem bánom, hogy abba hagyta ezt a nyomorú teső. Ezt még játékban se szeretem, nem úgy a valóságban. Tegnap lepődtem meg ezen, amikor az adminisztrátor üzenetét megláttam a chatbe, és egy Twitch közvetítés reklámozott tulajdonképpen. Nem is tudtam, hogy ilyesmit is lehet. Csak érdekes volt, hogy te nem láttad a közös csetbe, én meg igen. Többször is, háromszor, négyszer is. Még link is volt benne, amire rákattintva megnyitotta a Twitch oldalt. Ahol közvetítenek. Közvetítettek. Nem áll. Meg voltam győződve, hogy van rajta, olyan szépen elejtette a zsinót. Úgy látszik, most ilyet játszunk. Azért mondom, ez már rajta van, 67. Ez belőle valami, vagy csak játszik az étellel. Te kedves, hogy kijött ide a vízpartra. Na, gyere a papához. Hát sok. Azon viszont van. Nos, jönnek a kicsik, úgy látom.
a sok hülye elsőtől megfáztam tényleg. Játékból. Ez is megvan, meg a jobb szélén is van szerintem. Gyere szépen te is. Ja, menjünk a jobb szélére. Szedjük ki. Úgyis jönni akar kifelé. Jó, csak most mivel az a cél, hogy... Na ezen van. Az a cél, hogy megfogjuk a 100 halat, és ugye ez úgy oké, hogy 100/100 lesz, ezért most beáldozom azt, hogy nem kéri, hogy kicsi halakat esetleg elveszítem. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a 100 hal mennyire idő alatt van meg. És ez meg ugye az kell, hogy... 100/100 legyen, mert úgy hivatalos. De tényleg kell, még kenyeret csináljuk, mert 27 van. A kutya fáját. És ott viszi, ott viszi, ott viszi. Nekem meg 165,31. Na nézzük, melyikre jön a következő? Jól állunk, jól állunk. 1 óra 21 perc alatt 73 hal. Az nem rossz. Na, mi az a nagy csönd? Nem vagyok én ehhez hozzászokva. Percenként egy hal azért jöjjön, mert az a trend. Ma legalábbis, meg tegnap is jól jött, meg tegnap előtt is jól jött, úgyhogy ez mondjuk zömében. Nézzük, hogy állunk a halakkal. Zömében ezüst kárász. Elvétve más halak. És egy kiló 64 deka eddig a legnagyobb. És 55 gramm a legkisebb. Ott van, ott van, ott van. Hát egy picike. Darabnak jó lesz, 74-nek. Na gyere szépen. Hogy?
Na, már egy kicsit szebb, mint az előző, bár ez se túl nagy. Hát azért ez már... Ez már azért... 20 centis kár lesz azért az már na. Tényleg, amíg esett az eső, meg rossz idő volt, addig jobban jöttek a halak. Ismét a jobb széle. Gyere! Ez se túl nagy. Hogy? Kb. Akkora, mint az előző volt. Ojajajajaj. Az jó keresztbe sikerült. Nézzük. Mi akar kologra akadni? Na? Semmi? Láttam egy tavat, nézegettem, hogy milyen helyek vannak a játékban. És láttam egyet, ami ugye ki van írva, hogy mi melyiknek kedvez ugye a villantónak, a úszónak vagy a fenekezésnek. Láttam egy olyan tolt, amelyik mindegyiknek kedvez, csak hát 28-as szint kellene. Attól én meg még marha messze vagyok. Igen, az ember, így van. Na, gyere, picurkám, gyere. Hopp, és már a másik szélsőt is viszi. Na, gyere szépen. Úgy van. Ezzel már biztos rajta van. Olyan szépen húzta az előbb, hogy halljaj.
Majd azért megnézem, ha egyszer eljutok odáig. Most egyelőre ezt az Oldburgot akarom így körbejárogatni, hogy különböző helyeken. Túl nagyok voltak. Hogy? Hát akkor az mekkora lehetett, hogyha 21 kilós bottal nem tudtad kiszedni. Hát az biztos, hogy az már szép példány lehetett. Na? Lesz belőled valami? Az is valami kisebb halacska lesz, szerintem. Ő is megvan. Gyere szépen kifelé. Végre piszkálják a középsőt is, nem csak a szélsőt. Hops. Szerintem ezen is van. Ő lesz a 83. Hát az 1 óra 40 perc alatt nem lesz meg a 100, de 2 óra alatt még meg lehet. A percenkénti falfogás azért nem lesz meg. Ez viszi. Na gyere csak vissza. Hova olyan sietve? Hogy. Ez nem van hol. Azt mondja, hogy 85.
Hogy? Dö. Gyere csak kifelé szépen. Lehet, hogyha itt toppantanék hozzá a vízparttól, mint Blöró, akkor lehet, hogy még jobban jönnének. Ezek szerint Béla láttad azt a filmet. Hát az kötelező darab szerintem. Mint minden más Louis de Funès film. Na, 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 na. Nagy halak most tényleg eltűntek. Ezen is van. Nem dobtam ennyire oldalra. Hát ez már egy kicsit szebb lesz. Már ez sem olyan túlméretes típus. Nagyon jó. Kisebb fajta pontyméret. Na, 89. Indul a hajrá. 100 halér. Na? Csinálsz vele valamit? Száncsengő. Épp azon gondolkodtam, hogy kiveszem a középsőt és dobok vele egy rövidebbet. Erre meghajlította a botot.
Úgy. 13. Na most már működik a középső is. Hogy messzire volt állítva a dobás. Valamiért 15 volt. Jó, egy pillanat és gyere. Hozzál nekem is a sütiből, léci. Tudom, hogy sütiért mész a hűtőhöz. Úgy de szépen. Vitte. Na jó van, ez már tényleg egy szebb lesz. Na gyere szépen. Na, majdnem egy kilós. Szuper. És nézd meg a szélsőn már megint. Ajaj. Győző kapkodni a botok után. Oké, oké. Jó van, már megyek már. Most szebbek jönnek, hogy besötétedett. Várják, kell csinálnom kolyát, mert nem lesz elég. Hol is csinálom az ennél? Oké. Jó, van, akkor csináljunk még. Na, úgy. És még marad is. Ők is csöndben voltak. Még 6 darab kell. És most már van elég csali hozzá. Együnk egy kis répát. Nagyon régen ettünk répát. Ez miért írja ki a chatbe azt, hogy én répát ettem? Ezt csak én látom, mások nem. De én meg tudom, nekem meg mindenki írja ki. Én tudatosan eszek. Nem tudatlanul. Ha már viszi, már viszi. Gyere vissza. Ez is lesz kiló körüli.
Sőt, akár fölötte. Na gyere, kihadlássalak. Úgy van, másfél kiló. Na, jó van. Na. Még négy, öt halacska. Ez meg lehet negyed óra alatt. Egyébként eredetileg én ma nem ezt akartam játszani meg közvetíteni, hanem RTS2-t. De az elmúlt két nap olyan szépen jöttek itt a halak, hogy mondom, ezt ki kell próbálni, hogy a 100 halat mennyi idő alatt tudom itt összeszedni. Úgyhogy az RTS2-t elhalasztottam holnapra. Na, vigyázz, vigyázz, ne játssz az étellel. De azért ez az orosz kenyér, ez nem semmi ám. Ez nem ázik le a horogról. Ezt eldobom arra jobbra, mert itt nagyon rá volt dobva a középsőre. Észrevettem, hogy sokkal jobban lehet kitekerni, nem akad meg a horog, meg a nehezék, hogyha így fölemelem és így tekerem ki. És így látom mind a három zsinort. Szuper. Na, várjuk a 97-et. Ja, hogyha most nem áll le, akkor a középső zörög, mi történt? Azt is megtaláltátok. Akkor simán meg lesz két órán belül. Na, látom, te is fogtál egy szép kárászt. Ne válogass!
És mi a csalit? Az meg mi? Már nem lettem okosabb. És nagyon megálltak. Ilyen még nem is volt ma. Ja, lehet. Azt mondja a játékos, megszivatom, most fél óráig nem lesz kapás. Hát az biztos. Akkor megfürdetném a halőrt, ha erre járna. Ugye az adminisztrátort. Látod? Ez is mutatja, hogy le vagyunk hallgatva. Ahol dolgozom, ott az irányító, hoztak egy új irányítópult volt, és hát beszélgettük a kollégával, hogy mi kellene még bele. És egy pár napig nem voltunk, és képzeld el, mikor legközelebb mentünk, benne volt. Addigra belerakták. Úgyhogy biztos, hogy lehallgatnak minket, mondtuk. Úgyhogy erre célozgattunk arra, hogy valami sörcsapolót is berakhatnának az irányító pultba. De hát azt hiába mondtuk, azt valami kiszűrte. Az nem jutott el az illetékesekhez. Pedig még helye is lett volna rajta. Barna sörnek, világos sörnek. Most valami zajszűrő kiszűrte. Tényleg nagy lett a csönd. Ennyi idő alatt máskor már ötöt fogtam. Hát az este, ez nem volt túl mozgalmas. És nézd meg, itt megszivat, és 6 perc alatt nem fog megjönni a három hal, nem lesz meg 2 órán belül. 5 nyomorult halat kellett volna fogni 4 óra alatt.
De az is lehet, hogy már kifogtam mindenhol. Lehet, már nincs is benne több. Ja, jönnek, persze. Kinéznek a vízből, integetnek, aztán visszamennek. Hát azt hiszem a 2 órán belüli halakat azt el kell engedni. 2 órán belül meg lesz a 100. Ahhoz csoda kellene, hogy ebbe a maradék 4 percbe összejöjjön. Na, ide tévedt egy reggeli műszak. Jössz kifelé. Hajrázunk. Még van 3 percünk. És leakadt róla. Ki kellene fogni az aranyhalat? Az lenne tőle az első kívánságom, hogy ne legyen benne szálka. Utána megenném. Ma még 2 perc. Hát ez már esélytelen. Szomorú vagyok. Gyere, te cápa, gyere kifelé. Már pedig nem engedem vissza. De van rajta hal. Azon tuti. Ezen nincs. Csak szórakozott vele. Játszott az étellel. Annyit szedtél össze 30 perc alatt? Az jó.
Hát igen, megvan a 2 óra, és hiányzik egyetlen egy nyomorult hal. Hehehehehe. Azért csak nem kerül annyiba egy nyomorult halnak a megfogása. Persze, most zörgetitek mindegyiket. Mert letelt a 2 óra, mi? Elmentek a súly, most nézd meg, hallod? Na, megvan a 100. Oké. Tegyesz föl, Bélám, 2 óra 2 perc. Na, nézzük, mennyit szedünk ki belőle. Azt mondtam, hogy 100 hal, nem azt mondtam, hogy 100 kárász. Na nézzük. Jaj, de jó, pont azt nem kér. Ide nincsen, ez 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 talán van, nem, nincsen ez sem. Csukám, az meg pláne nincsen. Hát ez van. Jó van, de most az... Most eljövök ide, akkor még később van még a 100 hal. Úgyhogy akkor eladjuk a... Ott. Most van nekem... Nem mindegy. Úgy is látjuk, hogy mennyit szedek ki belőle. Innen... Márgy azt mondja, hogy fogtam 100 halat. Azt mondja, hogy... Egy, kettő, három, négy, öt, tíz, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 darab a 100-ból, az pipás. Az egész jó arány, 60%. Na. Innentől idáig mindent eladunk, és ez 107 ezüstöt ad 2 óra alatt. Van egy kis szerencsém, és van Gibel, a kér valamit, ami nekem is van. Akkor még jobb. Na, hát ez ennyi lett. Kettő óra, 2 perc. Hát de ez legalább mozgalmas, változatos. Ez azért tetszik. Nézd meg, és ideig lehet haladni, hogy zörögnek. De most már nem érdekel. Fulladjanak bele az összes, amíg nem jöttek 2 óra előtt. Most már hiába jönnek. Ez a busz már elment. Na jó van. Azt hiszem, én elköszönök mára. További kellemes szép napot kívánok mindenkinek, aki itt van. Köszönöm a beszélgetést, Béla. És akkor majd még találkozunk valamikor.
Hello, hello, sziasztok!